Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én képviselhetem a Vodafone Magyarországot ezen a 10. jubileumi és egyben különleges digitális infoparlamenti ülésen. Az elmúlt hetekre, hónapokra tekintettel engedjék meg, hogy egy köszönet nyilvánítással kezdhessem. Köszönöm mindazoknak, akik értünk, egészségünkért, biztonságunkért, ellátásunkért dolgoztak, dolgoznak a frontvonalban. Az orvosoknak, az ápolóknak, a mentőknek, a rendőröknek, a hatóságoknak, a kormánynak, és nem utolsó sorban a társadalmunknak az erőfeszítésekért, a fegyelmezettségért. Köszönjük a sikeres védekezést! Nagyon büszke vagyok az iparágunkra, az infokommunikációra is. Az ország láthatatlan segítsége voltunk az elmúlt hetekben, hónapokban. Úgy gondolom, hogy az ország európai viszonylatban is kiemelkedő minőségű hálózati infrastruktúrája, ennek részeként a Vodafone Magyarország hálózata is jól vizsgázott az elmúlt hónapokban. Szolgáltatói oldalról pedig talán már kijelenthetjük, hogy sikerrel teljesítettük első számú prioritásunkat. Kapcsolatban tartottuk Magyarországot a nehéz időkben is. Hálózataink lehetővé tették, hogy ne álljon meg az élet, hogy szeretteinkkel érintkezhessünk, hogy otthonról dolgozhassunk, taníthassunk, tanulhassunk. Felismerve a helyzetet és felelősségünket, gyorsan, késlekedés nélkül, sokszor a nap 24 órájában dolgozva, a Vodafone-nál egy 5 pontos terv mentén cselekedtünk. Cselekedtünk, nem számoltunk, nem elemeztünk, nem lamentáltunk, hanem gyorsan cselekedtünk a társadalomért, Magyarországért. De nem csak a Vodafone-nál, versenytársaink is ezt tették, sőt, egymással összefogva cselekedtünk a társadalom segítségére. Ingyenes adatkereteket biztosítottunk, ingyenesen elérhetővé tettük az oktatási tartalmakat, adattal és ingyen beszélgetéssel segítettük a legveszélyeztetettebbeket, a frontvonalban dolgozókat. A digitális eszközöket biztosítottunk, különleges kedvezményeket dolgoztunk ki, együtt dolgoztunk a Máltai Szeretett Szolgálattal és az Ökumenikus Segélyszervezettel, hogy az eszközök a leghatékonyabban kerüljenek kiosztásra. Támogattuk a kormányzatot a két adatszolgáltatások és adatelemzések révén, hogy a lehető legjobb, tényekre alapozott döntéseket tudják hozni, és részt vettünk, támogattuk applikációk készítését és fejlesztését is, mint az Életmentőt, ami az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Alapítvány közös fejlesztése, vagy a Vírusradart, a KIFÜ és az Állam projektjét. Azt hiszem, kivétel nélkül köszönhetem mindenkinek, és elismerés illet mindenkit, aki itt van velünk ma ebben a virtuális teremben. Egy szempillantás alatt alakult át a világ működése. Az elmúlt időszak megmutatta, hogy a közösségek akár egy éjszaka leforgása alatt képesek reagálni, változni, ami nagyfokú alkalmazkodó képességről tett tanúbizonyságot. Tabuk dőltek le. Több ezer fős és négyzetméteres call centerek kezdtek el hirtelen otthonról dolgozni, órák leforgása alatt, holott korábban azt hittük, ez csak évek alatt jelentős felkészülést követően lehetséges. Most, hogy elérkeztünk a védekezés első szakaszának a végére, át kell térnünk gyorsan a második fázisra, a gazdaság újraindítására, az ország versenyképességének növelésére, hogy a válságot megelőző, vagy akár azt meghaladó növekedési pályára álljunk. Ugyanakkor a gyors folytatás és a következő szakaszba lépés mellett fontos, hogy az elmúlt hónapok tanulságait összegezzük, elemezzük, hiszen nagyot változtunk. Rengeteg a tanulság, és ebből a jövőre nézve is sokat kell okuljuk. Ahogy arra a világjárvány is rámutatott, a rugalmasság és az alkalmazkodási készség elsődleges fontosságú, melynek feltételeit számos esetben a digitalizáció teremti meg. Most lehetőségünk van megalkotni egy olyan világot, amiben a távmunka terjedése miatt még többen tudnak belépni a munkaerőpiacra, mint korábban. Megteremtetjük egy digitális alapokra helyezett oktatási rendszer alapfeltételeit. De a helyes, valós és előremutató építő kérdéseket kell, hogy feltegyük, méghozzá oly módon, hogy azáltal egy fenntartható jövő valósuljon meg. Sokan úgy vélik, jó magam is, hogy ez a vészhelyzet lehet, hogy egy figyelmeztetés is volt, hogy álljunk meg egy pillanatra, gondoljuk át, hogy mi a fontos számunkra, és valóban milyen jövőt szeretnénk. A jelen helyzet most lehetőséget ad, hogy elképzelhetünk egy olyan jövőt, amiben például a technológia segítségével, a távdiagnosztikai eljárások által az emberek könnyebben és költséghatékonyabb módon férhetnek hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Vagy egy olyan világot, ahol az iskoláknak olyan felszereltsége van, hogy akár ahogy a diák akár a tanteremből, akár otthonról részt tud venni az oktatásban. És természetesen, hogy mindezen változások pozitívan hatnak a bolygónkra is.
megtanultuk, hogy ne azt kérdezzük, hogy miért, hanem azt, hogy miért is ne. Sokan úgy vélik, az infokommunikáció a válság nyertese. Rossz hírem van, sajnos nem az. A válságra sajnos mi sem vagyunk immunisak. Nem úgy érint, mint más ágazatokat, mint a turizmust, vagy a vendéglátást, vagy a kultúrát, de sajnos ránk is jelentős negatív hatással van. Rendkívül sokba kerül megerősíteni a hálózatok teherbíró képességét, jelentős költsége van a védekezés első fázisában foganatosított segítőintézkedéseknek, és jelentős az az árbevétel kiesés is, amely az egyes szolgáltatások, mint például a külföldiek számára Magyarországon nyújtott roaming teljes lenullázásából, illetve a válság által sújtott ágazatok szolgáltatás felfüggesztéseiből vagy lemondásából, a gazdasági visszaesésből ered, vagy egyes nagy ipari ügyfeleknél új technológiák, mint az 5G alkalmazásának elhasztásából ered. A hálózati beruházásokból, a proaktív támogatásokból, valamint az üzleti veszteségekből fakadó költségek március közepe óta csak a Vodafone Magyarországnál meghaladják az 5 milliárd forintot, és folyamatosan nőnek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy ilyen helyzetben felelős vállalatként az azonnali döntések meghozatala kötelezettségünk volt, és a védekezés második szakaszában, a gazdaság újraindításában is jelentős részt kell vállaljunk, hiszen az iparágak iparága vagyunk, a mi feladatunk a digitalizáció felgyorsítása és eljuttatása minden szereplőhöz. A vészhelyzet miatt bevezetett korlátozások egyértelműen rámutattak a digitális eszközök, megoldások és a hálózatok jelentőségére. Ezek nélkül nem ment volna, és a következő fázis sem lenne sikeres. A kormány példátlan gazdasági mentőcsomagot állított össze a válságkezelésre, a helyreállítás, a talpraállás és a fejlődés érdekében. Ebben kell nekünk is együtt dolgozni, és mindenkinek látni a saját feladatát, a saját felelősségét. A jelenlegi második szakasz a védekezésnek a gazdaság és a versenyképesség talpraállításáról szól. Az infokommunikációs szektornak álláspontom szerint fontos szerepe lesz abban, hogy ezt a fázist minél inkább lerövidítsük, technológiánkkal és szolgáltatásainkkal erősebb, ellenálló társadalmat és gazdaságot építsünk, és gyorsan átlépjünk a harmadik szakaszba, a már növekedési pályára és az új normalitásnak nevezett fázisba. A védekezés második fázisának fő célját a gazdasági válság negatív hatásainak minimalizálásában, a növekedési pályára való visszatérésben és a felkészülésben látjuk egy esetleges következő hullámra az elmúlt időszak tapasztalatait felhasználva. Ebben a második szakaszban az infokommunikációs ágazat, így a Vodafone szerepe is abban áll, hogy elősegítse a gazdaság újraindítását az infrastruktúrális beruházások és a digitalizáció felgyorsítása révén. Ez szolgálja a Vodafone-nak a védekezés második szakaszára összeállított 5 pontos terve is, melyben igyekeztünk megfogalmazni, hogy miként tudjuk támogatni a lakosságot, a vállalkozásokat és a hatóságokat a gazdaság újraindításában. Engedjék meg, hogy ezt röviden ismertessem. Biztosítsuk a magas minőségű, nagy kapacitású, biztonságos hálózatokat. A koronavírus válság rámutatott, hogy a digitális transformáció elengedhetetlen a gazdaság és a társadalom hatékony működéséhez. Azon dolgozunk, hogy minél gyorsabb ütemben tudjuk mind mobil, mind vezetékes infrastruktúrákat fejleszteni. Támogassuk a kritikus kormányzati funkciók digitalizációjának felgyorsítását, beleértve az e-egészségügyet és az e-oktatást is. Az ellenállóképes társadalom kiépítése érdekében az egészségügy és az oktatás digitalizációján tovább kell dolgozni. Technológiákkal és szakértelmünkkel hozzá kell járuljunk, hogy széles körben elérhetőek legyenek távoli és okos egészségügyi szolgáltatások és digitális oktatási megoldások. Támogassuk a digitális esélyegyenlőséget, a készségek fejlesztése és a leginkább védendő csoportok támogatása révén. Hiszen fennáll a veszélye, hogy a jelenlegi válság a korábbinál még jelentősebb társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket eredményezhet a digitalizációhoz való hozzáférés mentén. Emiatt elengedhetetlen, hogy biztosítsuk minden fiatal számára a digitális oktatáshoz és készségekhez való hozzáférést, a munkanélküliség kezelése és a társadalmi felzárkóztatás érdekében. A fiatalok mellett az időseket szintén jelentősen kell segíteni, hiszen európai átlagban a 75 éves és annál idősebb személyek 87%-a egyáltalán nem jártas az online térben. Erre például a Vodafone Alapítvány Hogy tetszik lenni önkéntes programja, amely az idősebb digitalizációját igyekszik segíteni, eszközhasználatot tanít, mind a mellett, hogy az egyedül létet is csökkenti. Negyedik pontként fel kell gyorsítsuk a vállalkozások digitalizációját.
magyar gazdaság szíve, alapja és motorja a kis- és középvállalkozások. Ahogy arra a koronavírus miatti korlátozások is rámutattak, csak azok a cégek lehetnek sikeresek, amelyek képesek gyorsan alkalmazkodni. Ennek egyik kulcsa a digitalizáció, amelyet többek között a technológiánk tesz lehetővé. Mindez különösen fontos a magyar gazdaság gerincét adó kis- és középvállalkozások szempontjából. Őket most kiemelten fontos lesz segítenünk az átalakulásban, a megerősödésben. És végezetül pedig folytatni kell a kormányzati válságkezelési intézkedések támogatását technológiánkkal, hogy adatokra alapozva továbbra is a lehető legjobb döntéseket lehessen meghozni. Az elkövetkezendő időszak, tehát az újjáépítésről, a megerősödésről fog szólni, amelyben kulcsfontosságú lesz a hálózatai megbízhatóságának és magas szolgáltatás minőségének a fenntartása, a jövőbeli hálózati beruházások biztosítása, valamint az oktatás, az egészségügy és a vállalkozások digitalizációjának támogatása. Biztosíthatom a kormányzat jelenlévő képviselőit, hogy ezekben a Vodafone partner lesz. Amikor a világjárvány véget ér, és ez a nap is el fog jönni egyszer, remélem sok tanulsággal és lehetőségként tekintünk erre a válságra. A Vodafone Magyarország célja, hogy erősegítse egy ellenállóképesebb, fenntartható, rugalmasabb és zöldebb digitális társadalom és gazdaság megvalósítását. Hiszen a fejlődés és a válság egytől fakad, és a fejlődés a válság következménye. Ahogy Churchill is mondta, ne pazarold el a lehetőséget, amit egy jó kis válság a kezedbe ad. Készen állunk rá, hogy kivegyük a részünket ebből a munkából. Mindent megteszünk, hogy technológiánkkal a leghatékonyabban szolgálhassuk Magyarországot a válságot követő építkezés során. Támogatni fogjuk a Magyarországot és a magyarokat abban, hogy biztonságban, a digitalizáció adta lehetőségekkel hatékonyan élhessék mindennapjaikat, bárhol is legyenek vagy dolgoznak. Támogatni fogjuk az országot a digitális oktatás és a digitális egészségügy fejlődésében, továbbá a kis- és középvállalkozásokat az újraindulásban és a megerősödésben. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!